Mint ahogy a nagymester Torrente is elmondta, a kapitányt mindig tiszta kézzel fogjátok meg. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a Szexológia 21. század című műsorban. Most nyár van, és úgy gondoltam, hogy nagyon fontos az intim higiéniáról beszélni, meg egész egyszerűen a higiéniáról általánosságban. A vírus alatt megtanultuk, hogy kezet kell mosni, de arról nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy a nemi szerveinket és az intim zónánkat is nagyon tisztán kell tartani, de nem kell túlzásba vinni a tisztálkodást sem. Most elmondom nektek, hogy hogyan csináljátok. Csináltam az interneten egy közvéleménykutatást, amiben megkérdeztem, hogy mi alapján választotok fehér neműt. A kérdések a következőek voltak: anyag szerint, brand szerint, design szerint, vagy pedig megnézitek, hogy az alakotokhoz melyik a legmegfelelőbb. A helyes sorrendet most elmondom. 32%-ban voksoltatok arra, hogy ti igenis megnézitek azt, hogy miből van a fehér neműtök, hogy mondjuk pamutból vagy poliesterből. Most nyáron, amikor biztos tudjátok, milyen az az érzés, amikor vízipólóziknak a golyóitok a nadrágotokban, tehát oda kell figyelni, hogy a nadrág mindig lég és nedvesség áteresztő legyen. Ezért a megfelelő, hogyha a legmegfelelőbb, hogyha az alsó nadrág legalábbis nagy százalékban pamutból készül, természetesen, hogyha van hozzá egy kis elasztán, az nem olyan túl nagy probléma, hiszen ettől lesz dizájnosabb a fehér nemű. Az, hogy valaki brand szerint választ, ez is jó, mert mindenkinek lehet egy kedvenc brandje, ami mondjuk nagyon jól bevált. Nekünk, lányoknak nagyon fontos, hogy megfelelően válasszuk ki szintén a fehér nemű minőségét, meg az anyagát, ugyanis a legszebb csipkecsodák a legnagyobb fehér nemű cégeknél is legnagyobb mértékben sajnos poliesterből, nejlomból van, vagy nem is nejlomból, vagy sok van szintén nejlomból is, mivel ennek az anyagnak van egy ilyen sejtelmesen csillogó hatása. Viszont a nyári melegben a mindennapos használata nem túlságosan jó, ezért nagyon-nagyon figyeljünk oda arra, hogy hogyan válasszuk a fehér neműt. Bocsánat, itt vagyok kint az erdőbe, és komoly harcot vívok a méhecskékkel, szúnyogok nincsenek. Szerintem kezdjük a legelején, hogy a legfontosabbnál, a legalapoknál, a tisztálkodásnál, ugyanis úgy gondolom, hogy sajnos hiányosságok vannak. Nektek, fiúknak először veletek kezdem, nektek nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak a tetejét, a kis fejét mossátok meg a kapitánynak, hanem a bőrt mindenféleképpen húzzátok le, mossátok meg jól alatta is, ugyanis hogyha nem megfelelően mossátok meg, a bőr alatt nagyon sok kis baktérium meg tud rejtőzni, ami előbb-utóbb szagos lesz, elég hamar, főleg ebben a melegben, másodszorra pedig táptalaja ugye az élősködő kis baktériumoknak, amivel saját magatoknak és a partnereteknek is problémát tudtok okozni. Arról ne is beszéljünk, hogyha mondjuk orális kényeztetésre készültök, azért arra nagyon figyeljetek oda, hogy mindig higiénikus állapotban
adjátok oda a barátnőtöknek, vagy a partnereteknek. Nekünk lányoknak ugye ettől összetettebb a dolog, mert nekünk az egész belső rendszerünk belül van, tehát nincs kint, nem látjuk. Az első, amit a legfontosabbnak tartok, hogy vannak bizonyos hüvelyirigálók, vannak olyanok, amikbe adnak ilyen kis pezsgőtablettát, hogy dobjátok be és mossátok ki vele a hüvelyeteket. Ez nagyon-nagyon téves, hogyha nincs indokolt esemény, ami ezt előidézne, mondjuk fertőzés esetleg, akkor ezt ne tegyétek, ugyanis a hüvely az öntisztító, tehát minden esetben kitisztítja saját magát egy egészséges hüvely, ami megfelelő bélflórával rendelkezik. A túlzott ápolás, hogyha úgy gondoljátok, hogy nektek folyamatosan hüvelykupokat kell feldugni, mert nektek úgy érzitek, hogy az jobban biztonságba tartja a hüvelyeteket, én erre is azt mondom, hogy ezt nem szabad csinálni, mert ezzel is beleavatkoztok a természetes flóra megfelelő állapotába, és elindul egy ördögi köl. Elkezditek magatokat kezelni, és utána, mivel felborult ez a természetes egyensúly, ennek a hatására egyre jobban, és előjönnek tünetek is sajnos, amiket utána már tényleg kezelni kellene, úgyhogy szerintem ezt ne tegyétek. Nagyon sokan megkérdeztétek levélben, hogy ha elmentek uszodába, a klóros víz esetleg szétmarhat-e benneteket belülről vagy kívülről, mi van akkor, hogyha menstruációtok van, mi a helyzet mondjuk ezekkel a tamponokkal, amiket elvileg úszónők szoktak használni. Én azt mondom, hogy semmilyen esetben se használjatok semmilyen extra higiéniát adó dolgot, hiszen a klóros víz az annyira nem megy bele, nem tesz bennetek kárt, viszont amire nagyon ügyeljetek, arra, hogyha mondjuk szaunáztok, vagy leültök valamilyen helyre, akkor mindig legyen nálatok egy tiszta törölköző, amit alulra tesztek, és arra üljetek rá. Fiúk, ez persze rátok is vonatkozik, csak nektek ugye titeket a fürdőnadrág jobb esetben ugye jobban eltakar, tehát nem nyitott az a rész, és nem lesztek kitéve olyan vészhelyzetnek. Én sokat járok szaunába, ilyenkor nyáron is, és azt szoktam látni, hogy igen, sokan viszik magukkal a kis törölköző, meg mindent, és azt egyszer erre az oldalára hajtják, utána arra, és azt hiszik, hogy védelmet nyújt, de nem nyújt védelmet, hiszen ott előttetek lehet, hogy már 10-20-an, de az is lehet, hogy 50-en izzadtak, és ti abba beleültök. Tehát az mindenhogyan legyen mindenféleképpen tiszta. És ugye ugyanez vonatkozik a vizekre, és a termálvizekre is, hiszen a termálvizeket elvileg nem klórozzák, hanem csak leengedik és újra töltik. Tehát azt mondom, hogy figyeljetek oda, viszont semmilyen hüvelytablettát nem kell utána föltenni, nem is kell irigálni, mert a természetes hüvelyflóra ezt a feladatot meg fogja oldani. Amiről nagyon fontosnak tartom szintén, hogy beszéljünk, az a nemi szőrzet. A nemi szőrzet nyáron és télen, ebben nagyon megosztanak a vélemények. Az én véleményem az, hogy szerintem már nagyon régen lejöttünk a fáról, és én nem tartom higiénikusnak, főleg azt nyáron, hogyha valakinek van egy hatalmas szőrzete, ugye ez is embertől függ, hogy kinek milyen vagy, meddig ér és hogyan. Én azt mondom, hogy szedjük le, mert tegyük föl, hogy most nagyon sok koncert van, fesztivál, föl, hogy egy dús nemi szőrzettel rendelkezik egy hölgy vagy egy lány. Ha nem is ülsz le a WC-re, én soha nem szoktam, hanem csak úgy izomból guggolok, akkor is föl tud csapódni baktérium a WC-ből, ami mondjuk fölcsapódik a te nemi szőrzetedre, erre ráhúzol egy nejlon poliester bugyit, és kész a baj. De hát én ezért azt mondom, hogy ez az én véleményem, hogy sokkal higiénikusabb, hogyha leborotváljátok. A következő fiúkra, lányokra vonatkozik, hogy szerintem, hogyha a szexet nézzük, akkor is bizonyos szinten higiénikusabb az, hogyha valakinek nincs nemi szőrzete. Most már rengeteg borotva létezik, amivel méretre lehet vágni, fazonra lehet vágni.
ha valaki nem szereti, akkor gyantáztathatja is, de például egy kis fazon szexisebbé teheti az intim megjelenéseteket a partneretek előtt mindenféleképpen. Úgyhogy én mindenféleképpen azt javasolnám nektek, hogy valami kis fazon csináljátok, vagy pedig szedjétek le, és főleg nyáron, fiúk, ez ugyanúgy vonatkozik rátok is, ugye? És gondoljatok abba bele, hogyha mondjuk orális közösülésre kerül a sor, akkor senkinek nem jó szerintem, hogy közben szedegeted a kis szőrszálakat a szádból, és akkor ugye úgy folytatod az action. Tehát szerintem ettől óvjuk meg a partnerünket, és csináljunk valami letisztult kis dizájnos formát. Fiúk, nektek arról nem is beszélve, hogyha csináltok egy kis dizájnos formát, akkor a kapitány sokkal jobban kilátszik. Lányok, nektek nagyon fontos, hogy amikor vécére mentek, akkor előről hátra töröljétek meg a nemi szerveiteket, mivel a végbélben olyan baktériumok lakoznak, hogyha bekerülnek a vaginában, akkor azok komoly fertőzést tudnak okozni. A nagy WC utána, amennyiben van lehetőség, mindenki mossa meg a nemi szervét. Erre ugye a bidék a legmegfelelőbbek, azok sajnos egyelőre Magyarországon nem annyira vannak divatban, viszont vannak nedves törlőkendők. Itt, hogyha mosdóba mentek, akkor nagyon fontos lenne, hogyha lehetséges, akkor olyan mosdó törlőkendőt választatok, ami erre a célra van kitalálva, tehát hogyha a WC-be bedobjátok, akkor nem okoz dugulást, tehát felbomlik. Fiúk, hogyha pedig erre nincs lehetőség, akkor tudjátok nagyon jól, hogy dugulást azt máshol szerettek elhárítani, nem a WC-be, hanem a hálószobában. Tehát mondjátok meg a barátnőtöknek, vagy hogyha olyan dologra kerül a sor, akkor a bébi törlőt dobjátok a szemetesbe. Ami még nagyon fontos, és talán egy tipp, hogy nem kell fölöslegesen pénzt költenetek intim mosakodószerekre, hiszen én saját magam részéről bébi mosakodót használok. Én azt gondolom, hogy ami jó a babának, az jó nekünk is. Ezeknél a termékeknél akár a bőrötöket, akár máshol fürdetjük magunkat. A legfontosabb az, hogy az bőr semleges legyen, tehát pH semleges legyen, 5,5 az a tökéletes szám, hogyha erre van lehetőség, vagy hogyha egyáltalán nézitek. Hogyha elmentek fesztiválokra, vagy pedig úgy érzitek, hogy egy kicsit olyan dolog közelébe kerültetek, ami nagyobb higiéniát igényel, akkor viszont vehettek simán egy 3,5%-os mosakodószert, erre vannak nagyon jó intim mosakodók is, akkor viszont egy ilyet használhatjátok, de ne se tegyétek rendszeresen, hiszen újra hangsúlyozom, ha felborítjátok a rendes nemi flórát, akkor azzal elindítjátok az ördögi folyamatot, amivel legyengítitek a nemi szerveitek védelmét. Tehát élvezzétek a nyarat, járjatok, bulizzatok, várom a kérdéseket, persze, hogyha vannak, minden kérdésre válaszolni fogok. Sziasztok!